Sziasztok, Szilvi vagyok, ez pedig itt a kreatív tanításnak a következő része. Szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok használni a PowerPoint-ot, vagy pedig a Google Slides, esetleg még használni lehet a CC-t is, ahogy a kis videómban látni fogjátok, hogy egy ilyen kincskereső játékot csináljunk a gyerekeknek. Ez most így év vége felé különösen jó, mert én ilyenkor azért már szeretek olyan feladatokat adni, ami inkább szórakozás, mint tanulás, de mégis azért fejleszti a figyelmet, a szókincset, akármit, amit éppen fejleszteni szeretnék, de nagyon élvezik. Tehát, most megmutatom nektek a kis filmembe, hogy mit fogunk csinálni. Most, hogy megnéztük, itt is megmutatom nektek, most már meg van nyitva, ugye, itt előttem, ez itt egy Google Slide. És hogyha itt mozgatom benne, látjátok, ahogy mozgatom, egyszer csak megtalálom benne itt ezt a kis csillagot. Na ugye, ami nincsen, most nagyon örül, mert megtaláltuk. Hogyha megvan, akkor egyébként át lehet állítani akár a színét, vagy a szíszóban, de itt azért ez egy nehézkesebb dolog. Tehát itt csak örülünk neki, hogy megtaláltuk. Szóval megvan. Ahhoz, hogy egy ilyen játékot meg tudjatok csinálni, nem kell tudni sok dologról így az egész Google Slides-ban, vagy PPT-ben. Viszont három dolog van. Az, hogy minden, amit csinálunk, három rétegbe van. Van egy alsó réteg, ez maga a háttér. Van egy középső réteg, ez lesz a nagyítónk. És nem muszáj nagyító, lehet egyébként simán egy formát is berakni, amit így, én először ilyen varázsdobozokkal csináltam, varázsdoboznak hívtam, most már nagyítóval csinálom az ilyen jellegű játékokat, de igazából bármivel lehet keresni. És a felső réteg az maga a forma vagy a szöveg, amit mi keresünk. Bármilyen formát be lehet illeszteni, és bármilyen szöveget, vagy számot, vagy minden, amit be tudsz képelni, azt utira be lehet illeszteni. Ami nagyon fontos, hogy a hátterünk, és tehát az alsó és a felső szintnek a színe, az egyezzen meg. Mert a középső réteg akkor fogja láthatóvá tenni nekünk a felső réteget. Tehát, most én itt beállítok egy hátteret. Itt van egy ilyen background nevezetű gombocska, és itt a koloron belül kiválasztom, maradok a feketénél, mert a ninják éjszaka is jól látnak. Jó, tehát itt van ez nekünk. Ez volt az első szintünk, ugye, az alsó szint. Ez megvan. Kell nekünk, azt mondtam, hogy a második szint, az lesz a nagyító. Oké, akkor most insert, image, search the web, és akkor beírom ide, hogy magnifying glass. Egy olyat kell választanatok, ez fontos, aminek van kitöltése. Tehát ebbe a kör alakú részbe, ebbe van kitöltés. Mert hogyha nincs, akkor nem fogja láthatóvá tenni. Tehát mondjuk én ezt a zöldet kiválasztom. És beállítom a megfelelő méretre. Így, mondjuk legyen ekkora. Tehát ez most a második réteg. Jön a harmadik rétegünk. A harmadik réteget pedig úgy rakom be, hogy én most ide ilyen formát szeretnék. Kiválasztom ezt itt, shapes, és mondjuk kiválasztok egy, legyen egy ilyen kis villám. Csinálok ide egy villámot. Amúgy most azt látjuk, hogyha megmozdítom ezt a nagyítót, akkor látjátok, hogy be fog bújni igazából a két réteg közé, mert ez a második rétegünk. Viszont így most ugye még nem izgalmas azért, mert ugyanolyan színű. Tehát át kell állítanunk, hoppá, félre is rakom most még ezt a nagyítót, ez most még ne legyen itt nekünk útba. És kijelölöm ezt a kis villámocskát. Mondjuk ez egy Harry Potteres témához szerintem nagyon passzolna. És át kell állítanom a színét. Fekete, de még van neki egy ilyen külső kontúrja,
ezt is átállítom feketére. Tehát, hogy ezzel a kettővel állítottam át. Ha félre kattintok, akkor látjátok, hogy teljesen eltűnt. És hogyha most elkezdem mozgatni, akkor látjátok, már meg is van. Érdemes kisebbre állítani, ilyen apró formákat elrejteni, azért, mert nem akarjuk ugye, hogy nagyon nagy legyen, és nagyon kevés területet kelljen átnézni, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg alaposak legyenek. Én mindig elmondom a gyerekeknek, hogy föntről lefelé és balról jobbra haladunk, és akkor ők rá is szoktak, hogy így keressék. És hogyha megvan, akkor örülnek neki. Ezt lejegyezhetik egy papírra, hogy megtalálták, vagy hogyha a szíszóba csináljátok, akkor ott nagyon könnyű átállítani ezeknek a színét. Ebbe itt egy picit nehezebb tényleg. De azért itt se lehetetlen, tehát hogy egy kattintással azért megvan. Vagy kettő, hogyha a szélét is át akarom állítani. És akkor megmutatom azt is, hogy mi van, hogyha egy szöveget szeretnénk megkeresni, akkor ugye beillesztek egy szövegdobozt így ide. És akkor elkezdek beleírni, mit írjunk bele? Írjuk bele, hogy villám, jó? De most nekünk feketére van alapból állítva, és azt szeretném, hogy lássátok. Szóval beírjuk villám. És egy picit nagyobbra állítom, mert azért ez nagyon kicsike. Itt ugye ezzel tudjátok állítani a betű méretét, és mellette pedig a betű típusát tudjátok állítani. Ezt akár így ki is lehet egybe törölni, és akkor beírod, hogy legyen 30-as, az már jó nagy. Na. És most jön az, amit az előbb már önmagától elkezdett csinálni, hogy átállította a színét, rámegyünk, és akkor mi is kiválasztjuk, hogy legyen fekete. Így, és hogyha félre kattintok, akkor látjátok, hogy teljesen eltűnt. Megfogom a nagyítómat, akkor viszont képesek vagyunk láthatóvá tenni. Így. Hopp. Na, látjátok? Elcsúszott. Na, szóval most már tényleg megfogtam a nagyítómat, és akkor keresem a szót. Így. Én szoktam olyat csinálni, hogy valamilyen szófajú szavakat kell keresni, vagy valamilyen típusú állatot, kétlábú, négylábú, vízben élő. Igen. Szóval lehet ilyeneket csinálni. Szoktam olyat is, hogy rím párokat kell megkeresni, és azoknak kell a színét azt azonosra állítani, és egymás mellé összehúzni. Hát ezekkel itt ilyesmiket lehet csinálni. Szerintem ez a szíszóban sokkal izgalmasabb, sokkal könnyebb és jobb mozgatni egyszerűen ezt a nagyítót, viszont nagyon jól működik így is. Csak nekem tényleg a szíszó az, ami a szívem csücske. Na és akkor megmutatom nektek itt a szíszóba is, hogy itt hogy működik. Ugye ezt láttátok a legelején a videón. Itt ugye a korábbi videóban megmutattam, hogy hogyan lehet létrehozni egy feladatot. Most én akkor itt beszúrok. Én ezeket a diákat, amiket itt láttok, ezeket beraktam simán egy fájlból, a Drive-ról, tehát amit korábban megcsináltam a Drive-on, azt beraktam ide, de csak annyit tettem be, hogy volt egy fekete hátterem, és rajta semmi más, csak a fekete hátteret tettem be, ennyit. Utána, nézzétek csak, csinálunk egy új oldalt. Úgy csináljuk, hogy mondjuk ezt az utolsót duplikáljuk. Így. Na. Ezt a nagyítót, ezt úgy raktam rá, rámentem ide, és upload. Én előtte letöltöttem egy nagyítót, azt hiszem, hogy a PNG Flow nevezetű oldalról, és itt ezzel az uploaddal ki lehet választani. Azt beillesztettem. Majd ezután rámegyek a három pöttyre, Shapes, és berakok ide egy csillagot, csak rá kell kattintani. Lehet, hogy kettő csillagot is berakok, vagy hármat. Legyen kettő. Átváltoztatom a méretüket,
Legyen akkor, ide rakom is ide, és átváltoztatom a színüket. Hogyha rákattintok a csillagra, itt ugye lehúzom, és itt is lehúzom. Vigyázni kell, teljesen sötét legyen. És látjátok, itt több csillag is van. Még egy csillag. És amint megtalálok egy csillagot, csak rámegyek és beállítok neki valamilyen színt. Jó lesz. Volt egy itt is, ugye? Átállítom. Volt kettő itt. Ezt is átállítom, és látok egyet itt is. Ezt is átállítom. Itt is ugyanúgy lehet rétegezni a dolgokat, mint ahogy már az előbb megtanultuk. Mivel alapból megfelelő sorrendben illesztettem be ezeket a dolgokat, így nincs vele teendő. Hogyha először mondjuk a csillagokat raknám be, és csak utána a nagyítót, akkor megmutatom, hogy mi történne. Ugye akkor a nagyító lenne a legtetején, tehát az lenne a felső szint, és akkor ez történne igazából. Tehát, hogyha itt van a fekete csillagunk, leviszem teljesen feketére, itt a fekete csillag, itt a nagyító, nem látjuk. Ezért kell itt is jobb klik, és send to back. Hoppá, vissza. Bocsánat, a csillagot kell. Igen, bring to front. És látjátok, már is jó. De most csak ez az egy csillag jó. És akkor ilyenkor megyek, másik csillag, most már ez is jó. De úgy jártok a legjobban tényleg, hogyha alapból jó sorrendbe illesztitek be, hiszen akkor már nincsen vele egyéb teendő. Jó. Mindent át lehet állítani. És akkor megvan. És akkor én még itt a végén össze szoktam őket számoltatni, hány dolgot találtatok, meg ilyesmi. Úgyhogy próbáljátok meg ezt, tényleg ennyit tartsatok észbe, hogy mindig van ez a három réteg, és az első réteg mindig a háttér, a második réteg az mindig a nagyító, és a harmadik réteg pedig maga a szöveg, vagy pedig a forma. Ezeket egyébként úgy tudjátok állítani, hogyha mondjuk rosszul jönnének ki a rétegek, hogy jobb klikkel rákattintotok, és van egy ilyen, hogy order. És mondjuk bring to front, ez azt jelenti, hogy most előre fogja hozni teljesen. Nekünk az jó, hogyha elől van, mert ez ugye alapból ott kell, hogy legyen. De megmutatom, mi történik, hogyha mondjuk send to back. Mi történik akkor, hogyha hátra küldöm, és átállítom a színét feketére. Tehát ne látszódjon. Most mi tudjuk, hogy itt van. De hogyha én idehozom, látjátok, nem látszik semmi. Azért, mert nem jól állítottuk be a réteget. Hát, most csak tippelni tudok, hogy hol lehet, de nézzétek, meg nem tudom kijelölni. Úgyhogy ilyenkor tényleg a legjobb, amit tehettek, hogy rögtön olyan sorrendbe rakjátok be a dolgokat, ahogy szeretnétek. Én először mindig a hátteret állítom be, utána berakom mindig a nagyítót, és utána jönnek rá a többi dolgok, amiket szeretnék berakni. Remélem, hogy ma is tudtam nektek tanítani valamit, próbáljátok ki, és hogyha tetszett a videó, és hasznos volt számotokra, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és kommenteljetek mindenképpen, hogy hogy sikerült, hogy hogy szerették a gyerekek. Sziasztok!